Az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése 1990. december 14-én, október 1-ét jelölte az idősek világnapjának. 1982-ben sor került az öregedéssel foglalkozó első világkonferenciára, ahol az államfők egy idősügyi cselekvési tervet is elfogadtak. 1992-ben újabb nemzetközi konferenciát tartottak, melynek ajánlása alapján az ENSZ közgyűlése öregedésről szóló kiáltványában 1999-et az idősek nemzetközi évének nyilvánította. 1991 óta pedig minden év október elsején Magyarországon is országszerte ünnepségekkel és programokkal emlékezünk meg a környezetünkben élő idős emberekről. Mint minden évben, Szabó Zsolt a térség országgyűlési képviselője most is felköszönti a térségben élő időseket. Csütörtökön, Csányban, Vámos Györkön és Zaránkon is ajándékkal lepte meg a szépkorúakat. Idősek világnapján köszöntjük az időseket. Ne felejtsük el, hogy ők alkották ezt a társadalmat, dolgoztak értünk, létrehozták ezt a szépséget, amiben most tudunk élni itt Magyarországon. Ők azok, akik mind a mai napig aggódanak a gyermekeikért, unokáikért, dédunokáikért, ezért nagy örömmel gondolunk ma rájuk. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet az idősek problémáira, és középpontba helyezze a méltóság teljes örekkort. Sokan vannak olyanok, akiknek már nem élnek a rokonaik, sokan vannak olyanok, akik nem tartják a kapcsolatot rokonokkal, és mindig nagy örömmel köszöntöm őket. Látom az arcunkon a mosolyt, a kedvességet, azt a pozitivitást, amivel ők a világot nézik és fogadják. Én ehhez nagyon jó egészséget kívánok, hosszú életet, és még találkozunk sokat, tudjam őket sokszor köszönteni. Az idősek világnapja alkalmából az ország minden pontján megemlékeznek az idősekről, van ahol műsorral, van ahol pedig apró ajándékokkal lepik meg a szépkorúakat.